Üdvözöllek a Shakespeare Daráló YouTube csatornáján, Almási Zsolt vagyok. Különleges lesz ez a mai videó, ugyanis amikor eddig színházról beszéltem, valójában csak prózai színházi előadásokat mutattam be. Most azonban egy írtó jó táncszínházi előadásról fogok beszélni. Vagyis olyan előadásról, amiben nincs szöveg, csak zene, tánc és látvány azaz a Kulcsár Noémi rendezte és koreografálta, ahogy tetszik, adaptációról. Ha érdekel, maradj velem az intro után is. Kulcsár Noémi, ahogy tetszik je, nem meglepő módon Shakespeare érett komédiáján alapul. A forrásmű egy szerelmi komédia teletűzdelve társadalomkritikával, intrikával, erőszakkal és játékos pajkossággal, testvérgyűlölettel és kiengesztelődéssel, társadalmi nemi szerepek és azok felcserélésével és persze szerelemmel, szerelemmel, szerelemmel. A tiáncjáték élvezetéhez ugyan mindezt nem kell ismerni, de az előzetes ismeretek talán mélyítik a táncjáték befogadását. Kulcsár Noémi, ahogy tetszik című produkciójában, az eredetihez hű történetmesélés feszes keretet ad a tánccal, mozgással kifejezett emberi kapcsolatoknak, érzelmeknek és ezek alakulásának. Örömteli, ahogy a Shakespeare-i komédiában felelhető kulcsjelenetek és motivumok Egytől egyig átíródnak a zene és a táncforma nyelvére. A narráció tekintetében tehát semmilyen hiány nem keletkezhet a befogadóban, aki mégiscsak Shakespeare, ahogy tetszik ére, e, számítva ült be a nézőtérre. A narráció persze nem szolgáljan és didaktikusan adja elő az eredeti komédia történetét hanem azt újra gondolva, újra értelmezve. Ennek egyik legplasztikusabb példája Orlandónak az oroszlánnal való küzdelmi jelenete. Azt várnánk ugyanis, ismerve Shakespeare darabját, hogy a fiatal szerelmes hőssé válik a küzdelemben. Mint ahogy Shakespeare-nél meg is történik, hiszen Orlandó hősiesen védi meg az erre egyébként nem méltó testvérét, és ez az önfeláldozó hőstett fordulatot hoz testvére életében. Ám ebben az előadásban Orlandó alul marad, és csak az oroszlán kegye, vagy a véletlen műve, hogy élve megúszza a találkozást, amire talán magyarázatot az adhat, ha úgy gondolunk a modern Orlandóra, hogy nem is hős, nem különleges képességei, hanem éppen hétköznapiassága miatt érdekes. Ez sugalja az öltözéke is, hiszen ő az egyetlen, akinek a ruházata a legköznapibb, szakadt farmer és póló, ami talán kicsit ellensúlyoz a pólón található Rolling Stones emléma, amiben felsejlik a társadalmi elvárásokra nyelvetöltő fiatalos lázadás ikonográfiája. A tánc narráció feszességét nem csak Shakespeare szüzséjéhez való hűség biztosítja, hanem a finomra hangolt, különböző típusú ismétlések hálózata is. Az előadásnak keretet biztosít, a fénytechnikával megoldott monokróm, a nézőkkel szembeforduló azokra kinéző, és ezáltal az előadás világába őket bevonó élőkép az előadás elején, valamint a végén, amikor Jacques fehér remez mázolt arccal, néma memento mori képként ellenpontozza az általános egymásra találás örömét. A kereten belül összhangban a forrásművel a szerelem is ismétlődés tárgya, hiszen nem egy, hanem rögtön négy szerelmes pár alakult. Rosalinda, akit Cvikli Fanni alakít, és Orlandó Horváth Bence, Célia Forcek Janka, és Oliver vita Márk, Csűr, Novák Laura, Csavar, Suba János, aki Shakespeare-nél próbakő, továbbá főbe Csókaliza és Silvius Szalajbordás Ádám. A különböző szerelmes párok persze különbözőképpen fogják fel a szerelmet, ám a különbözőségben folyamatoságot biztosít az ismétlődő elemek. Például, amikor a lányok a hasukon vekvő fiúkon szörfölnek. Az ismétlés egy másik típusa a szerepkettőzés. Charles és az oroszlán szerepkettőzése, például Joelle del Santo alakításában, hiszen a két karakternek dramaturgiailag hasonló funkciójuk van, mindketten Orlandó életére törnek. Hasonlóan brilliáns ötletnek tűnik, amikor a férfinek öltözött Rosalinda férfiasságát bizonyítandó flexel, amely vicces mozdulatsorokban visszaköszön sár a débirkózó reflektálatlan macsózása a darab elején. Figyelmet érdemel még a jelmezek, Vati Nikolet munkája és a sminkek szerepe is az előadásban. A jelmezek és sminkek meglehetősen jellegzetesek és erősek, aminek révén könnyű beazonosítani a szereplőket. Ebből a szempontból talán érdekes lehet Rosalinda férfivé, azaz Gani Médészi vállásának szimpadi megfogalmazása. Ugyanis, nem csak egyszerűen férfi ruhát vesz fel, hanem a magányos udvari bolond csavar úti ruháját szerzi meg céljával összefogva. A zöld öltöny egyszerre jeleníti meg az útrakelést, illetve arra is utal, hogy a három figura a természetbe indul, hülyen Shakespeare zöld komédiájához. Az úti ruházatért cserébe csavar megkapja rozarinda ruháját, és ezzel újabb csavar kerül a nemek alakulásába. További jelentésrétek tárulkozik fel abban a jelenetben, amikor Rosalinda, még nadrág kosztümben, és Orlando felismerik egymást. Majd játékos, bájos, erotikus elemekkel tüzdelt kettősére kerül a sor. Rosalinda ugyanis megszabadul a zöld zakótól, de a nadrág rajta marad, és mivel nem kapja vissza eredeti női ruháját, úgy tűnik egyfelől, hogy nincs lehetőség a teljes visszafordulásra az eredeti állapotához. Másfelől talán, hogy Rosalinda mégiscsak a legerősebb személyiség ebben a világban, aki képes kibékíteni magában a legádázabb ellentéteket is. A zene választás, montázsmunkája, és a koreográfia, kulcsár Noémi alkotása a fiatalos ellentétekkel és nehézségekkel terhelt sorsokat mutatja be, izgalmas pontossággal. A zenék között a nagyon modern hangzás, és sok esetben a latinos ritmus dominál teljesen jogosan, hiszen mégiscsak a szerelem és az attól elválaszthatatlan erotika profán értelemben vett megváltó erejéről szól az előadás. A koreográfia is ötvöz számtalan elemet a Gangnam style az akrobatikáig, mindezt pedig a táncosok oly könnyedséggel jelenítik meg, mosolyogva és pajkosan, mintha számukra nem léteznének a fizika törvényei. Ugyanez a könnyedség fedezhető fel a jelenetek ritmusában, ahol mértékkel követik egymást az ösztáncok, az azokba beépített szólók, párosok, illetve az olyan szólótáncok, amikor csak egyetlen előadó dolgozik a színpadon. Ezt a jó szerkesztett ritmust töri meg hangsúlyosan egy-egy kiabálás vagy éppen a csend. A csendesebb jelenetek közül emelkedik ki Rosalinda zenétlen, fájdalmas zavartánca, amikor Orlando vére suhadarabját, a letépet Rolling Stones emblémát kapja meg, és önti el a kétségbeesés, hogy milyen állapotban is kapja vissza a szerelmét. Ennek a jelenetnek különös erőt kölcsönöz az, hogy ma éppen háborúdul a szomszédban. És számtalan nőnek, anyának a fájdalma és félelme íródik bele ebbe a táncjelenetbe. A történet mesélés feszességét és ritmusát tölti meg magával ragadó érzelmekkel, az emberi kapcsolatok megannyi problémájának, mozgással történő kifejezése. Megható Rosalinda jelenete, amikor Orlando a birkózó meccse után elhagyja a színpadot, és a lány le sem tudja venni a szemét, az Orlando hagyta űrről, amelyben benne van a szerelem mindent átható drogszerű kémiája. De benne van az is, hogy Célia hiába próbálja maga felé fordítani a rokona barátnője figyelmét, aki csak a kedves, barátságos ölelésben fog tudni majd feloldódni. Mint ahogy az is felfedezhető a jelenetben, hogy Célia nem csak a ráció nevében szeretné elfordítani Rosalinda figyelmét Orlandó hiányáról, hanem amiatt az irracionális félelem miatt is, hogy nem akar magányossá válni. A megható kettősök mellett ki kell emelni a táncosok tökéletes egyéni alakítását is. Pompásan teremtik meg a karakterüket, amihez a lábfejtől az arcizmok rezdüléséig mindent bevetnek. Tűpontosan hozzák a komoly és a vicces, különösen talán a kedvesen incselkedő szerelmes jeleneteket, ahol minden pár másként fejezi ki a szerelmét és célját a másikkal. Ugyanez a finom egyéni hangolság érhető tetten a társadalmi szintű problémákat megfogalmazó ösztáncokban, a köz- és magánszféra egymásra íródásának pillanataiban. Kulcsár Noémi, ahogy tetszik je, tehát nagyon tetszik. Az összhatás és a részletek szigorú szerkezetben alaposan kidolgozott táncjátékkal fogalmazzák meg az emberi kapcsolatok törékenységét, a fiatalság fizikai törvényeket és társadalmi beidegződéseket figyelemben nem vevő energiájával. A fizika és társadalmi törvények átmeneti felfüggesztése Shakespeare vígjátékának a tánc és zene médiumára történő átfogalmazása úgy, ahogy van, nagyon tetszik. Ha esetleg neked is tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a Shakespeare daráló YouTube csatornájára. Mint mindig, kérdést, kommentárt örömmel fogadok. Mindenek előtt azonban olvassunk és nézzünk Shakespeare-t. Viszlát a következő videóig!